Közeledik a választás napja, amivel a marakodás is egyre élesebbé válik a főpolgármester jelöltek között. Puzsér Robert visszalépésre szólította fel Karácsony Gergelyt, aki véleménye szerint a kormány háztáji ellenzékét képviseli. Az ellenzék közös jelöltje sem kímélte a Zöld Budapest vízió képviselőjét, Karácsony szerint ugyanis, idézem, Puzsér Robert kesztyűbába Fidesz mancsán. Közben Berki Krisztián sem maradhatott ki az üzengetésből. A főpolgármester jelölté avanzsált reality celeb Karácsonyt és Puzsért is alkalmatlannak nevezte, mert ahogyan fogalmazott, egy közös vitát sem tudtak létrehozni. A kampány úgy tűnik, hogy egyre durvább, tekintve, hogy az ellenzék első kerületi kampányközpontjának az ablakát is ürülékkel kente össze egy ismeretlen elkövető. Nem ez volt az első eset, másfél hete Bicskén kente össze valaki ürülékkel az egyik momentumos aktivista autójának a kilincsét. Horváth Csaba pedig itt van a stúdióban, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Ahogy itt az előbb is hallhattuk, hát tényleg egyre súlyosabb események vannak a kampányban. Én próbáltam eldönteni, hogy melyikkel kezdjük, melyik talán a legsúlyosabb, vagy a legmegdöbbentőbb, melyikre szavazna idézőjelben. Hát van egy új, ami még nem került be a köztudatba. Borbély Ádám, a Fidelitas elnöke, aki vállalta is névvel, címmel, arccal nyilván a politikai sarzsik reményébe, hogy ő a Bohóc tréfa szervezője, tehát ő az, aki szervezni szokta az ellenzéki rendezvények megzavarását Bohóc zenével, plakáttal, stb. Kiszivárgott egy zuglói mesterterv, amiből már két elem meg is valósult. Az egyik ez a bohócos történet volt, amit ők szerveznek. A másik, hogy magát fogja megfenyegettetni telefonon ismeretlen által, ezt ő be is jelentette. Jó, lesz egy ilyen akció, amikor valaki majd felhívja, és őt... Ez már megtörtént, tehát ennek a bejelentése megtörtént, de előtte ezt egy aktív ülésen elmondta. Hol jelentette ezt egyébként be? Ezt egy belső kampányértekezleten mondta el Borbély Ádám, és ugyanezen a kampányértekezleten az is elhangzott, hogy például pont Zuglóban, ahol egy ilyen boszorkányponyhát működtet ez a fiatalember, a zuglói Fidesz kampány záró rendezvényét október 12-én, tehát a választás előtt egy éjszakával. És önnek hogy jutott a tudomására hát ez vannak, a történet, ha már belső volt? Befejezem, tehát hogy azon az éjszakán vagy estén lesz a Fidesz kampány zárója, majd jól megjelenik ott néhány verőember, megtámadja őket, és ezen mélységesen fölháborodva majd a választók másképp szavaznak másnap. És ez tényleg, onnan, tényleg furcsa történet. Szóval de az előzőből abszolút következik. Onnan jutott a tudomásunkra, hogy azért ott is vannak jó érzésű emberek, akik szó szerint azt mondták, hogy a gyomruk forog attól, amilyen mélységbe elmegy ez a dolog, és ezt nem hajlandók szólni. Hát ezt ők szivárogtatták ki mondjuk így konkrétan, ő számára? Konkrétan. Nem konkrétan közvetlenül számomra, de igen. Uh-huh. Hangfelvétel is van egyébként esetleg? Mi nem gyártunk hangfelvételeket, ez a Fidesznek a sajátja. Hát valaki megkereste önt, és elmondta, mondjuk, hogy eljutott történt hozzánk ez az információ. Egyébként már hetekkel ezelőtt nem is vettük teljesen komolyan a dolgot, amíg el nem kezdtek megvalósulni ebből azok az elemek, tételesen úgy, ahogy azt annak idején ezt az informátor elmondta, és ebből már csak egy elem van hátra Zuglóban, ez a bizonyos saját magukat megverető aktivista esemény. Hát tényleg egyre súlyosabb ez a kampány, szerintem most tényleg ti mondhatjuk, és ha már itt tartunk, akkor ezek szerint, ön szerint is mondjuk a párbeszédes, tehát a karácsonyféle kiszivárogtatott hanganyag is ön szerint ezek szerint a Fideszhez köthető, ha már a módszereket szintén említi? Szóval elég nehéz lenne más következtetése jutni. Itt van egy helyzet, a Fidesz ténylegesen retteg a hatalma elvesztésétől, ráadásul ha egy polgármester és annak a csapat elveszíti a hatalmát, akkor nyilvánvalóan Orbán Viktor lemond róluk, úgy, ahogy azt érteni kell, és neki teljes egzisztenciális ellehetetlenül is jut, ezért bármilyen eszköz bevetnek, csak azért, hogy megússzák. És ott van egy másik példa, a második keleti polgármester sofőrének esete, aki önkormányzati autóval ment leszedni Őrsi Gergely az ellenzék polgármester jelöltjének a plakátjait az éjszaka kellős közepén. Azért kérdeztem ezt a kiszivárogtatást és hangfelvételt, mert amikor korábban történt ilyesmi, ugye a Karácsony Gergely esetében, akkor kiderült, hogy az együtt részéről vette föl valaki. Tehát, hogy volt már egy ilyen típusú eset. Tehát nem feltétlenül biztos az, hogy... Azt nem tudjuk, hogy kinek az érdekében. Tehát az, hogy éppen ki az a személy, de kinek az érdekében jár el, ezt ugye nem tudjuk mondani. Ugyanúgy, mint ahogy az egyébként fideszes aktivista, aki ezt a belső egyeztetést kiszivárogtatta, ő egy tisztességes ember, akinek már túl sok, ami ott a Fidesz házatáján történik. Ő ebben az esetben ugyan fideszes aktivista, de érzelmileg már inkább az ellenzékkel azonosul, mint a Fidesszel.
Hát nagyon nehéz innen váltani, mert olyan értelemben, hogy tényleg egyre súlyosabb ez a kampány. Mit szól a fekália eseteknek a megjelenéséhez? Azért mondom ezt, hogy fekália esetek, mert hogy nem az első esetről van szó. Ugye most az első kerületi ellenzéki kampányközpontot kent. Igen, és éppen azt akartam mondani, hogy és valamilyen furcsa módon mindig az ellenzéket éri ez a sérelem. Tehát azért normális ember nem gondol arra, és pláne nem csinál ilyet, hogy valakinek a valamiért összekenje fekáliával. Ehhez képest mindig az ellenzékkel történik, mindig fura módon a Fidesz részéről vannak olyan agresszív atrocitások, amit egyébként például ez a fiatalember, ez a Borbé Ádám nevű fidelitaszos elnök szervez, és még büszkén vállalja is, hogy ez az ő története. Persze nem tudja megmondani, hogy hány 100 millió forintot költenek el erre a kampányra, és azt tisztán kell látni, hogy egy fidelitász nem tud önállóan kampányolni, pláne nem önálló forrásból, mindent a Fidesz központjába döntenek el. Tehát azt kell látni, hogy ez egy komplex, koherens kampánygömb, amiben van egy ifjúsági szervezet, meg van a Fidesz, és megfelelő parancsok szerint hajtják végre önkormányzati alkalmazásban álló sofőrök, aktivisták, polgármesterek, önkormányzati képviselők, kinek milyen feladat van kiosztva, ha éppen kell, akkor verőlegényekkel terrorizálják akár az ellenfelet, akár saját magukat. Kamuból. Térjünk egy pillanatra vissza még a Karácsony Gergely féle hangfelvételhez. Kiheverte már egyébként az MSZP párbeszéd együttműködését, vagy személyesen ön is ezt a hangfelvételt? Tudom, eddig nagyon elegánsan nyilatkozott ezzel kapcsolatban, amikor erről kérdezték, de azért, ha biztos hallgatta vagy nézte a szakértőket, figyeli a számokat, hogy hogyan alakulnak a főpolgármesteri változások. Nem tudom, milyen szakértőkre gondolt. Hát nagyon sok politológus azt mondta, hogy lesznek olyan szavazók, akiket ez aktivizál, másokat viszont elbizonytalaníthat az, hogy ilyen szintre került ez a történet, akár az ellenzéki együttműködés van. És ezért a legfontosabb, ahová jutottunk, hogy minden válaszónak azt kell eldönteni, és tegyük félre a kampányzajt, fekáliát, plakátszaggatás, mindent. Tegyük félre. A kérdés az valóban az marad egy ellenzéki szavazó számára, akikből egyébként Budapesten 60% található, tehát a legutóbbi országgyűlési választáson Orbán ellen budapestiek 60%-a szavazott. Az a kérdés, hogy hajlandó-e 10%-kal megerősíteni a korábbi szavazatát azért, hogy egy kétlépcsős kormányváltásban, októberben a Fidesz rendszerének a bástyáit, a polgármestereit és képviselőit tudják elküldeni a budapestiek, azért, hogy kinyissák a kaput a 2022-es kormányváltás előtt, és ugyan ők szeretik azt hangsúlyozni, hogy itt nem lehet Orbán Viktorról szavazni. Ez hazugság. Orbán Viktorról lehet az önkormányzati választáson szavazni úgy, hogy az ő csicskáit, helytartóit, bábjait, akik csak Orbán és a központ érdekeit szolgálják, ezeket most lehet elküldeni. Azért és egy hadsereg nélkül maradt királynak majd nehéz dolga lesz. Azért beszéljük azokról, már nem válaszolt tulajdonképpen az előző kérdése, hogy mennyire sikerült kiheverni. Bocsánat, annyira nem érintett meg, hogy annyira nem. Pedig vannak olyan, mondjuk úgy billegő kerületek, ahol mondjuk az MSZP és polgármesterjelöltekből esélyei esetleg, ha nem is elszállhattak, de visszaesettek akár itt a... Igen, ezért fontos, amit mondtam. Tehát a billegő kerületek, azok billegő kerületek, azért ez a nevük. Nyilván minden változás, akármilyen irányú, az kimozdíthatja azt a várakozást, hogy mi pont meg szeretnénk. Pont ezért kérdezem, hogy ezek szerint volt ennek hatása. De nem tudjuk, hogy ez bármilyen hatással bírta, de valójában nem is lényeges. Egyetlen egy hogy ne lenne lényeges, a polgármester választás szempontjából nagyon is lényeges, hát hogy igen, ez a kerület hova billen el. Ezek apró tények, vagy apró szilánkok, amik befolyásolják a folyamatot, de a lényeg mégiscsak az, hogy hajlandó-e az a 60%-nyi budapesti, aki korábban szavazott már Orbán rendszer ellen, újra elmenni, rászánni azt a 10 percet, és szavazni Orbán rendszer ellen. És akkor azok az apró szilánkok, amiről beszélünk, ezek el fognak tűnni ebben a kampányban, mert a lényeg mégiscsak az, hogy akarunk-e változást, akarjuk-e, hogy Budapest egy normális irányba menjen tovább, akarjuk-e, hogy Szombathely, Pécs, Miskolc, Nyíregyháza és sok más város egy normálisabb irányba tudjon tovább menni. Szerintem ez a valódi kérdés. És minden aggályunk, amit akár egy szövetséges párt irányába érzünk, felül kell, hogy írja ez a közös. Hát azért aggályok vannak, ha jól értem. Hát szilánkok, tehát ha így érti, de nem bennem, hanem a választók egy részébe, ahogyan is utalt, vagy az elemzők utalnak rá. De a lényeg mégiscsak az, hogy van egy közös álmunk, hogy egy normális országba éljünk, és egy normális Budapesten éljünk. Horváth Csabának köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.